Nem biztos, hogy elnyerem, vagy illetve biztos, hogy nem nyerem el most sokaknak a tetszését. Ne hozzám a Ferencváros olyan neutrális érzelmekkel állok az Ülői úthoz, de ha lehet ilyen furcsán, kurtán, picit sután fogalmazni, én visszamenőleg lettem fradista. És miért lettem fradista visszamenőleg? Mert a kérdésedre válaszolva a két névvel, Sárosi György és Toldi Géza. Ők ketten azok, akik a könyv írása közben, illetve a kutató munka alatt nagyon-nagyon közel kerültek hozzám. Ez a két személyiség, ez feltétlenül olyan, akiket hát gyakorlatilag mindenféleképpen példaképként lehet a mai futballista nemzedék elé állítani. Ez a csapat akkor ez rosszabb volt, mint az olasz válogatott. Az olaszok jobbak voltak. Az olasz labdarúgás akkor már nagyon-nagyon jó volt, nem utolsó sorban a magyar szakemberek és játékosok munkája miatt. De kétségtelen, hogy tisztázatlan, pletykaszerű, nehezen megmagyarázható, sok kérdőjellel elmesélhető történet ez a 38-as VB döntő. Miért nem játszott Toldi, miért ez a hirtelen változtatás, vajon az olaszok szóltak-e, volt-e presszió az akkori nemzetközi politikai helyzetre való tekintettel, ezt a magyar vezetés elfogadta, ezt nem lehet tudni. Sokan azt mondják, hogy volt. Ez még egy nyitott kérdés, hogy most valóban volt valamiféle, hát azt talán nem mondanám, hogy megegyezés, de valamiféle ilyen beszélgetés, és utána ezt jóvá hagyták, vagy nem. Ez még a jövő kutatások tárgya. Én próbáltam úgy fogalmazni, úgy írni erről az egész témáról, erről az egész 20 évről, illetve a 38-as döntőről, hogy az abban minden egyfajta ilyen mixtúrát vállaltan, egy ilyen mixtúrát szerettem volna kihozni, és szerintem ez sikerült is. A korabeli sajtó, szakirodalom és némi levéltári forrás. Nehéz volt bizonyos szempontból, mert a labdarúgás, a sporttörténeti források, labdarúgás forrásai levéltárakban nem igazán felelhető anyagok. Nagyon sok minden megsemmisült Budapest második világháborús ostroma alatt. Végig turnéztem az érintett klubokat, a Ferencváros, mondjuk a Ferencvároson a legjobb helyzetben ebből a szempontból, tehát ott az archívum kitűnő, de sajnos az UTE, a Kispest, a Törekvés, az MTK, ők az előbb elmondottak miatt nehéz helyzetben vannak, vagy nehezebb helyzetben vannak, mint a Ferencváros. Sok minden elveszett az idők folyamán. Azzal mondjuk éppen nem foglalkoztam, hogy kinek szánom, de végülis mindenkinek, aki szereti a futballt, aki érdeklődik a magyar futballtörténelem eddig kevéssé ismert, hát megkockáztatom, elfeledett időszaka iránt. Azt hiszem, hogy 2011 év végén volt egy könyvbemutató, egy MLS sajtótájékoztató. Ez egy nagyon fontos momentum a kézirat megszületésében. Ekkor mutatták be Dénes Tamás, Lakattékáról és Hegyi Iván könyvét. Akkor az MLS
vezetősége azt mondta, hogy tulajdonképpen ez a munka egy, ami akkor megjelent, 2011 évvégén megjelent, ez egy, mivel olyan gazdag ez a 110 éves magyar futballtörténelem, hogy ez egy sorozat indítója, egy nyitó kötet lehet, és jó volt hallani ezt, mert így be tudtam én is tagolódni ebbe a futballtörténeti sorozatba.